kutyaruhák, a kutyajátékok, ugye, ami, ami, nagyon megy ilyenkor, tehát azokat kapkodják el először. Könyvekből tök jókat kaptunk most, tehát... Az állatbarát alapítvány telephelyvezetője azt mutatja, mi mindent lehet majd beszerezni a menhely idei karácsonyi vásárában. Hosszú évek óta hagyomány az Adj egy tárgyat az állatokért projekt. Ilyenkor a támogatók, látogatók és a segítők a legkülönbözőbb dolgokat bocsátják az alapítvány rendelkezésére. Ezekből áll össze a karácsonyi vásár áru készlete. Szoros kapcsolatban vannak németországi állatmentőkkel, tőlük is több körben érkezett már tucatnyi minőségi áru. Sőt, a kreatív állatbarátoknak hála idén kaphatóak egyedi, kézzel készített termékek is, például ez a párnak kutyusok számára. Ezt a vásárt idén második alkalommal tartják a Csatorna utcai telephelyükön tavalyi év folyamán közel akkora bevételt tudtunk elérni, ugye, mint amikor kint voltunk a karácsonyi másárban, ez durván egy ilyen 400 ezer forintos bevételt jelent, úgy összességében. Természetesen minden forint a védenceinkre fordítódik. Ilyenkor a téli időszakban ugye a kullancs, illetve a bolháleni védekezés ugyanolyan fontos, de kevésbé fektetünk rá hangsúlyt. Ilyenkor igazából az immunizálás, ugye a szervezetük erősítése, meg hát a jó minőségű, jobb minőségű zsírosabb tápok, illetve, illetve ételek beszerzése az, ami fontos. Rengeteg pénzt költenek gyógyszerekre is, valamint a sérült állatok állatkórházban történő ellátására. Ezeket is többek között a karácsonyi vásáron befolyt összegből fedezik. Mindent azonban nem tudnak eladni, a megmaradt tárgyaknak több sorsa is lehet azok a dolgok, amik mondjuk már három-négy alkalommal sem keltek el, vagy találtak gazdára, azokat ugye karácsony után fogunk egy ilyen hétvégét szervezni, amikor is egy ilyen úgymond ingyen elvihető kis utóvásárt tartunk. Ez egy egyetlen nap lesz egyébként, amikor a megmaradt dolgokat ugye kipakoljuk, amiket tényleg nem, nem tudtunk már sehogy sem eladni, és ugye szabadon vihető. Azokat a dolgokat, amelyek első alkalommal szerepelnek a vásárban, elteszik, és a következő garázsvásáron például újraeladásra kínálják majd. A december 1-től 23-ig 23 tartó karácsonyi vásárra minden nap reggel 8 órától délután 4 óráig várják az állatbarátokat.